Tisztelettel köszöntök mindenkit a programozós kis alapok sorozatom második részében. A mai részben egy igencsak fontos programozási elemmel, tehát algoritmus elemmel fogunk találkozni, ami nem más, mint a ciklusok, ismétlődő dolgok, utasítások, végrehajtása szépen megfogalmazva, tehát mindjárt elmondom, mit értek az alatt, hogy szépen. Tehát itt azért olvassunk bele a Wikibe, természetesen most már az lehet, hogy szokássá fog válni. Tehát ciklus vagy iteráció, számítógép programozás és az algoritmusok egyik alapvető eszköze, így van, amely az ismétlődő, azonos vagy hasonló tevékenységek megvalósítására szolgál. Ciklus beépítését a programba a ciklus szervezésnek is nevezik. A ciklus az egyes programozási nyelvek különböző kulcsszavakkal valósítják meg. Jó, tehát itt van az, hogy feltételes, de ezt majd mindjárt elmondom. Na, ugorjunk is át a jól ismert PPT-nkhez, és egy kicsit fejtegessük még ezt a kifli vásárlás rejtelmeit, mert program szempontból még nem teljesen vagyunk kész vele. Na, itt a hármas ábrán, látjuk, hogy itt most egy kicsit átvariáltam a dolgokat, ugyanis a program általában a legtöbbször úgy működik, hogy nem azt mondjuk, hogy 5 kiflit szeretnénk venni, hanem 5x egyet. Ugye? Mert hogy néz ki a dolog? Oda mész a pulthoz, megfogsz egy kiflit, berakod a kosárba, megfogsz még egy kiflit, berakod, megfogsz, stb. Tehát így ezt 5x ismétled, tehát ez egy ismétlődő tevékenység, úgymond. És ezt a programozásban ez szépen le van kezelve, amik ciklusok. Lehet azt csúnyán is csinálni, tehát megvan a lehetőségem arra, hogy mondjuk van egy programom, és én 5x légre akarok hajtani ugyanazt, akkor ilyen rondán direkt pakoltam ezt így össze. Szépen rondán így egymás alá beírkálom, hogy jó, akkor beleteszem a kosárba, beleteszem, stb. Ez a programozásban pont ugye ilyen rondán fog kinézni, meg hülyén, meg nem is jó. Tehát ez itt a rossz megoldás, hogy 5x ugyanazt leírom. Mert mi van akkor, hogyha azt mondják, hogy felhívnak telefonon, hogy igazából nekem 38 darab kiflikén, akkor 38-szor leírod, meg igazából a legtöbbször az, hogy hányszor ismétlődik egy tevékenység, nem is igazán szoktuk tudni. Tehát ugye azt valamennyire úgymond dinamikusra, tehát hogy előre megadhatónak kell lennie annak, hogy hányszor ismétlődik egy adott utasítás egy programba. Erre kiválóan alkalmasak a ciklusok. Na, tekeredjünk még vissza ide. Na, milyen ciklusaink vannak? Van feltételes, ugye, hogy előtesztelő, hátultesztelő, és nem tudjuk, hogy hányszor fog futni. Tehát pont ezt mondom, például akkor álljunk meg ennél, előre nem ismert. Mi van akkor, hogyha nekem kell 10 darab kifli, viszont csak 3 van? Akkor a program hibára fog futni, amikor azt mond neki, hogy már pedig te 5x le akarod futtatni, de csak 3x van rá lehetőség. Hát olyan hibával elszáll, mint a szar. Nem is tudom, csináltam. Így van. Az első, akkor amit meg fogunk nézni ennek fényében, a while ciklus. A while az amíg szónak a angol kifejezése, tehát angolul a while az ugye, és magyarul azt jelenti, hogy amíg van. Mondjuk itt nem adtam meg neki, hogy 5x amíg, de most nézzük azt, hogy mondjuk akkor kell az összes kifli. Tehát amíg van kifli, addig szépen itt elől bejön ide a vezérlés, megnézi, hogy van kifli? Van. Oké, végrehajtja ezt. Visszafordul. Van még? Van. Még egyszer megismétli. Van. Jó, tehát ezt így 5x mondjuk, mert hogyha mondjuk tételezzük fel, hogy 5 darab kifli van a pultba, és miután végzett, tehát már nincs kifli, tehát ez a feltétel, ugye, feltételes, hol van? Megvan itt nyitva 600 dolog. Tehát feltételes, elől teszteli, ez fontos, ugyanis itt először megnézi, hogy van-e, majd lefuttatja. Jó, tehát ez a feltételes ciklus, tehát annyiszor fut, ameddig van kifli. Oké, tehát utána megy tovább a program, kifizetjük, hazamegyek, pont. Tehát ez volt egy előtesztelő, feltételes ciklus. While, tehát amíg van, addig csinálja, kész, pont. A másik ciklusunk, fajtánk, a hátul tesztelő.
Hozzáteszem most hirtelennyében, hogy a hátul tesztelő ciklus én nem igazán szoktam használni, nem szeretem. Igazából ez pont ennek a úgymond, hát nem fordítottja, hanem ilyen másik fajta megoldása, egész egyszerűen ez ide kerül, és ez until. Ide pedig, tehát until, igen, ez is amíg, amíget jelent, meg ide lehet még rakni egy ilyet, hogy ismételd per repeat. Tehát jön a program, nem tesztel semmit se, hanem rögtön végrehajtja először az utasítást. Na most ez akkor okoz problémát, hogyha eleve nincsen kifli, vagyis hát nincs, tehát nem teljesülne a feltétel, ezért elszáll a program, mint a szar. Ezért nem is szeretem egyébként. De mondjuk tételezzük fel, hogy van benne kettő darab kifli. Tehát jön a program, oda megy, rögtön kivesz egyet, majd megnézi, hogy van-e még. Ha van, akkor lefuttatja még egyszer, majd visszatér ide, és hogyha már nincs, akkor megy tovább. Én igazából megint csak mondom, nem szeretem ezt a fajtát, úgyhogy ezt most megnéztük, hogy van ilyen is, hogy hátul tesztelős, hogy először mindig végrehajtódik, majd megnézi, hogy van-e, és akkor így tovább. Jó, és akkor van a utolsó fajta ciklusunk, a számlálós. Előre ismert, hogy hányszor kell végrehajtódnia mindenféleképpen a benne lévő utasítás sornak. Ez pedig, hol van? For ciklus. Én egyébként a legtöbbször ezt használom. Mindegy, ezt majd fogjuk részletesebben nézni, most egyelőre nem bonyolítanám túl ezt a dolgot. Tehát, hogy néz ki most egy for ciklusunk, ami előre megadott számú futást fog eredményezni. Tehát elmegyek a boltba, veszek egy kosarat, elmegyek a kiflikhez, és 5-ször fixen, nem számít semmi se, ezt 5-ször fixen lefuttatom, hogy beleteszem, stb. Kifizetjük, hazamegyek, pont. Jó, tehát a lényege, tehát szerintem nagyjából mindet kifejtettem, úgyhogy igazából ezek lennének a ciklusok, ezekkel még nagyon-nagyon sokat fogunk foglalkozni, de azokat már tényleges programnyelv formájában fogjuk jobban kivesézni. Igazából ez most csak arra szolgál, hogy nagyjából átlássátok a működési elvét igazából ezeknek a dolgoknak. Remélem nem voltam túlságosan értelmetlen. Na szóval egyébként akkor gyorsan még nézzük át, tehát van a for ciklusunk, ami az itt említett számlálós, előre ismert, tehát ő 5-ször fogja megcsinálni fixen. Akkor van egy elöltesztelős feltételesünk, ami először megnézi, hogy nem-e 5 kiflink van-e már a kosárban, ha meg nincs 5, tehát amíg nem 5 a kifli, addig csinálja, hopp, elérte az 5-öt a kifli száma, megy tovább a vezérlés, kifizetjük, hazamegyek. Akkor van ez a repeat until, tehát hátul tesztel, de először mindig futtat. Tehát lefut, megnézi, hogy van-e még, oké, még egyszer lefut, megnézi, van-e még, lefut még egyszer, van-e még, oké, és megy tovább. Kifizetjük, hazamegyek. Jó, tehát ezek lettek volna a ciklusok, nagyon remélem, hogy érthető volt, és köszönöm szépen a megtekintést, sziasztok!